Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy ült ide mellém, hát üdvözöllek itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Ugye január 23-án indul az Eurovíziós Dal Fesztiválra való válogatás a dal, ezzel te, vagy ebben a műsorban te a Pioneer című dallal indulsz. Mesélj egy kicsit erről a dalról. Nagyon érdekes a dalnak a születése, ugyanis tudtuk nyilván, hogy lesz majd a dalnak a 2016-os verziója is, illetve az Eurovíziós Dalfesztivál, de ez tavasz, illetve nyáron nem volt még kőbevés, hogy szeretnénk elindulni. Nem igazán szerettem volna görcsösen készülni, hogy mindenképpen csináljunk egy dalt, amivel elindulunk. Így a menedzsmenttel azt beszéltük gyakorlatilag meg, hogy amennyiben a soron következő dal az úgy sikerül, elkészül-e egy olyan dal, amire úgy gondoljuk, hogy el lehetne indítani ezen a versenyen, akkor ezt megtesszük. És mikor elkészítettük a demót, akkor mindannyiunknak nagyon tetszett, és úgy éreztük, hogy jó, akkor ez menjen. Tehát azért nem tavasszal kezdődtek a készületek, kicsit szabadon volt ez hagyva. Természetesen ott volt a levegőben, és a menedzsment szerette volna, hogyha készül valami, de nem ragaszkodtunk ez foggal körömmel, viszont tényleg úgy alakult, hogy sikerült összehozni egy dalt, ami egyébként a daloknak a leadási határideje előtt készült el pár napot, tehát így pont beestünk az ajtón. De jó. És néhány napra rá ki is derült az, hogy be is jutottunk, úgyhogy akkor nagyon gyorsan be kellett fejezni a dalt, mert ugye nekünk csak demo lett leadva. Uh-huh. És hát igen, most pedig itt tartunk, hál' Istennek. Mit gondolsz, minek köszönhető ez, hogy bejutott a dal? Hát az igazság, hogy a Szabó Zé nagyon-nagyon jó ritmust alkotott, és nagyon jó dallamvilágot alkotott meg. A koncepciójában én is segítkeztem, kérdezte tőlem, hogy milyen dalt szeretnék, ha már egyszer van erre lehetőség, és elmagyarázom neki, hogy szeretném, hogy induljon. Tehát most nem arra kell gondolni, hogy a hangokat megadtam, hogy hova menjünk fel, hanem egészen azt, hogy lassan kezdődjön, és folyamatosan bontson a dal. A végén legyen egy ilyen kis katarzis élmény, ami aztán pedig be van húzva egy ilyen gyakorlatilag 2-3 sóhajban végződik a dal egy ilyen nagy megnyugvásban, és ő is ilyesmiben gondolkodott, tehát mikor ezt mondta neki, akkor már mosolygott, mert elindult egy hasonló szálon, és gyakorlatilag csak be kellett neki fejezni, egy megerősítést kapott. Én azt gondolom, hogy a dal az fülbe mászó és jó, egyrészt ezért már... Miről szól egyébként? Most kötném át a másik nagyon fontos dolgot, ami miatt remélem, vagyis bízom benne, hogy ezért került be, az pedig az, hogy a Csarnai Bori a témát, amit feldobtam, hogy legyünk igenis egyediek és eredetiek, az elképesztően eredetien fogta meg. Uh-huh. Tehát azért erről a témáról rendkívül pocsékul is lehetett volna a dalszöveget írni, amit már mondjuk százszor elmondott valaki ugyanúgy, tehát elcsépelt szövegekre gondolok. De egy olyan autentikus millióban fogta meg ezt az egészet, olyan szóképeket alkotva, hogy egészen különleges élmény egyrészt énekelni, másrészt visszaolvasni is, hogy Istenem, végre valami szól valamiről, de mégsem olyan nagyon-nagyon egyértelmű. Uh-huh. És számomra a zene arról szól, hogy mind a kettő fontos legyen. Nem elég, hogyha a dal jó, de egy semmit mondó szöveg van rá, és fordítva sem jó. Így nagyon jó érzés van bennem, mert úgy érzem, hogy egy teljes dallal indulhatunk. Gondolom meghallgatod a többi vetétás dalt is. Melyiket érzed a legnagyobb vetétásodnak? Fú, hát ez így nagyon furcsa, mert senkit sem érzek a vetétásnak, nem így állok a versenyhez. Aha. Tehát itt nem én versenyzek, hanem a dal. Ez egy sokkal fontosabb dolog, itt Magyarország képviseléséről van szó. Itt a legnagyobb vetétás az a közönség. És az egész verseny számomra arról szól, hogy az előadás módommal, az előadás módunkkal, a színpadképpel, a dalunkkal, a dal mondani valójával meggyőzünk őket arról, hogy ez egy jó dal, hogy ezt jó hallgatni, hogy ez élőben is jó, és hogy ennek igenis van létjogosultsága a nemzetközi színpadokon is. Úgyhogy a vetétás az itt számomra a közönség. Itt tényleg ezt tudom csak mondani, nem én versenyzek, hanem a dalunk, amivel elindulunk. Van 30 dal. A szakmai zsűrinek és a közönségnek pedig az a feladata, hogy a szívéhez legközelebb állót jelölje ki. Ugye említetted, hogy ugye az is a cél, hogy az élő showban is megtetszen a dal. Milyen színpadi elemeket láthatunk majd? Ezt szeretném, hogyha titok maradna. Az az igazság, hogy ugye nagyon nehéz, tehát 30 színpadképet kell elképzelni. Rettentően nehéz olyat alkotni,
ami mondjuk a többiben nem fog megjelenni. Uh-huh. Én nagyon bízom benne, hogy sikerült valami olyasmit csinálunk, ami egyáltalán nem hasonló elemeket használ, de mondom, még egyszer mondom, ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát azért ez nem úgy kell hozzáállni, hogyha valaki használja ezt, akkor az a másikban nem lehet, és akkor valaki majmolja a másikat, ez nem így működik. Egész egyszerűen van egy korlátolt lehetőséghalmaz, amit nyilván próbálunk mindannyian kiaknázni. Igazából itt a harmónia a lényeg. Szeretném, hogyha összhangban lenne a dal azzal, amit aztán meg tudom mutatni a színpadon, de ez maradjon titok. Ugye most csak a versenyről beszéltünk, illetve a Pioneer-ről. Na de mi történt veled 2015-ben így összefoglalóan? Hát a Kállai Szander Szandisnek és a Szakos Krisztiának köszönhetően ágyúból lőttek ki. Úgyhogy ez egy elég különleges élmény volt. Én nagyon-nagyon élveztem és szerettem a Mary Joe-t is, és sejtettem, hogy egy olyan dal lesz belőle, amit tényleg mehet a rádióban. Mindig az jutott eszembe, hogy ülök az autóban, nézem az utat, és ez a dal, ez megy. Igen, a Mary Joe-val voltál nálunk nyáron. Igen, igen. De arra nem gondoltam volna, hogy ennyiszer lesz az, hogy ülök az autóban, és tényleg ment a dal. Felülmúlta a várakozásaimat, nagyon örülök neki. Gyakorlatilag ez az első olyan dolog, amivel valóban össze tudott kapcsolni a közönség. Hála Istennek pozitív jelleggel. Aztán itt van ez a kis ékszerdoboz, amit a Szabó Tibivel és a Karamisával készítettünk. Ugye a Magna Cum Laude zseniális tagjairól van szó. Egy egészen más szintet képvisel, mint a Mary Joe. Ebben nem vagányság van, hanem hihetetlen érzékiség, visszafogottság. És hát gyakorlatilag a lélek rejtelmeit. Uh-huh. Illetve a szívnek a rejtelmeit mutatjuk be ebbe a dalba. Aki szereti, az imádja, tehát az tényleg teljesen oda van érte, mert valljuk meg őszintén, jóval komolyabb dalszöveggel rendelkezik, mint ami a rádiókban úgy átlagosan előfordul. Sokkal nehezebben nem észthető dologról van szó, ez gyakorlatilag egy vers. De mégis úgy gondoltuk, hogy annyira szép és jelentőségteljes, hogy ezt illene megcsinálni, és külön élmény volt magyarul énekelni, amit ugye nem igazán szoktam. Nagyon szeretjük ezt a dalt, és hál' Istennek sok mindenkinek sokat jelent. Reméljük, hogy a 2016-os éved is hasonló sikerekben fog telni. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, sok sikert a dalban. Köszönöm szépen.